Kvaterkázni annyit jelent, mint jót enni, inni, és beszélgetni egy kellemes társaságban. Évtizedekkel ezelőtt az avasi pincesoron nagy hagyománya volt ennek, de hétvégén a miskolciak újra felelevenítették az akkori találkozókat. Az avasi pincesor feltámadt Csipke Rózsika álmából, és mint egykor, most ismét benépesültek a sétányok. Először talán az anekdotákkal, aztán utána másról is beszélnék. Jó ízű beszélgetések a város történelmi részén az avasi pincesoron. Asztaltársaságokkal, vagy csak nézelődő miskolciakkal telt meg az avasi templom melletti városrész pénteken. A kellemes esti szabadtéri programhoz még az idő is kedvezett, így nem szegte senki kedvét az egy nappal később érkezett hűvös idő. Az avasi katerkázáson régi történetek, egykori kedves emlékek idéződtek fel. A miskolci avas az egy olyan történelmi nevezetesség, amit nem lehet hagyni, hogy a múltba vesszen. Örülök, hogy nagyon sok pince megújult, az emberek szeretik, kijönnek, és jól érzik magukat. Az avas minden korosztály kedvencévé vált. Ezúttal nem csak azok az idősebbek indultak el kvaterkázni, akik még emlékeznek az évtizedekkel ezelőtti itt átmulatott éjszakákra, hanem a fiatalok is bejárták a megnyitott pincéket. Rengeteg fiatal kilátogat a rendezvényre, nagyszerű itt az avasi pincesoron végig sétálni, bort kóstolni, nagyon jók a zenészek, és úgyhogy úgy gondolom, hogy tökéletes alkalom. Egy estére még a borbély is kinyitott, a férfiak haját és szakállát igazította egész este. Beült a székbe Pataki Péter séf is, aki persze igazi mozis ételsorral is készült a Cinefest gasztronómiai programjára. Azt mondta, egy ilyen fesztiválra filmes alapanyagok dukálnak, vagyis kell a popcorn, a nachos és a sajtszósz is. Az egyik az cheddar szószos, kis pici, mondjuk az, hogy pogácsák. Ugye a cheddar szósz az megjelenik a mozis, amikor beülünk a nachoshoz. Aztán van egy másik, az a csirkeszány, és ez egy barbecue csirkeszány, ami be van popcornba forgatva, tehát megint csak a mozi. Illetve van egy harmadik, ami pedig sertéspofa, ami meg van sütve, belül szaftos és puha, kívül pedig ropogós, és nachos van rajta kívülről, attól ropogós, és egy ilyen nagyon jó fűszeres szalszába lehet tunkolni, tehát gyakorlatilag minden három fogásunkat a mozi ihlette. A séf persze nem csak a mozis ételeket álmodta meg az avasi katerkára, mert hogy a jó ízű beszélgetésekhez kellett a jó hangulat is. A gasztro DJ pörgette a zenéket, kicsit megújítva a régmúlt időket visszaidéző avasi esti beszélgetéseket.